A gyerekek, itt vagyok Lordika hátán. Ő is szép arcú. Én nekem az összes lovam szép arcú. Hát örülök neki. Most volt az állatorvosi vizsga, minden rendben. Tamának nézte, egy kicsit a hátuljával ment. Azt hittem rosszabb lesz, tegnap galoppot mentem vele. Többi mind rendben van. Gyönyörködött a doktornő, azt mondja, Lordikát ismeri. Ugye ő hozzá ment, ilyen vizsgálatokra jár, de ilyen nem tudom, valami nem tudom már mi a neve annak, ilyen megkérnek ingyenes vizsgálat, hogy kontrollálják lovakat. Na igen, tehát összes lovacskánk megvolt, most megyünk ki, Ördög, Lordi, Csikitita, ugye az az elzámkanc, és mögöttünk Negro. Így megyünk négyen, Hibike már el is indult kifelé. Megyünk télire, trappolunk kettőt, hármat itt, és télén jövünk egy szuszanos. Ennyi lesz, és akkor három futóval megvagyunk, és megyünk tovább. Hét futónk van, tehát átmentek a vizsgán rendesen, ugye orvosi vizsgálat van. Mondom, és elkezdi, ha a dokik elkezdik, hogy mi ez hizlal, de hogy olyan jó néznek ki a lovaink. Ez olyan jól esett, ugye, mert valóban nagyon szeretek etetni, ad libitum, ami beléjük fér. Hát, ja, ez gyerekkoromban maradt, mind a virág is anyámról. Etetés meg nagyapámról gondolom. Nem ismertem őt, mennyi papa? Nem ismertem az öreget, hát olyan volt, 96 éves korában halt meg, 23 volt annó, hazaszökött, aztán gyógypatkoló kovács lett, megörököltem a házat, műhelyjel, mindennel együtt is. Hogy? Jó, akkor maradjon kint! Impiket nem bírják megfogni meg. Majd jövök a következőben, én már nem szállok el a cilára. Hagyj menjen! 96 éves korában úgy halt meg, hogy ment a barátnőjéhez biciklivel, és a Vácon a főtéren elütött egy autó. És az a baj, hogy odafele, nem visszafele ütötte. Na minden. Ez is nem is tudom hányba volt. Akkor én még nem éltem. Rá nem tudom hány évre születtem meg. Tehát úgy halt meg a nagyapám. Egy foga hiányzott, azt is a ló rúgta ki. Vagy nő. Nem, mert kemény volt. Nem olyan volt. Szóval olyan volt minden genetikában minden, hogy de amúgy volt kemény. Emberek, hú, szikára, hogy tiszta olyan alkat volt állítólag. Ugye mondták ott Vácon a régiek, akik ismerték jól. Na, tehát elmondtam ezt a sztorit, tehát örülök neki, hogy azt mondják, hogy jó kondiba, jó néznek ki a lovaink. Ez nekem, ez olyan, mint azt mondanák, hogy hú, de jó ember vagyok, vagy csodás vagyok, vagy imád valaki, vagy nem tudom. Kata, nem kéne nyergelni lassan? Már sétálgatok, én el vagyok mondjuk. Én szeretek sétálni, csak melózni is kéne, mert 9 óra lesz, míg kimegy az első lott. Na, gyere szép part. Gyere. Na jó.